Az ukrajnai nyitókör után az elmúlt hétvégén a Continental Arena adott otthont az Európa Liga második fordulójának. A hazaiaknak mindhárom meccsüket nyerniük kellett volna ahhoz, hogy bejussanak a dániai fináléba. Az első napon szoros szettekben 3-0-ás vereséget szenvedtek a dánoktól a magyarok, akik a folytatásban 3-1-re legyőzték Izraelt. A legjobban a vasárnapi zárónapon játszott az argentin Juan Manuel Barrial által irányított együttes, de Ukrajna végül a döntőszetben jobbnak bizonyult a magyar válogatottnál. Szerintem a legjobb meccset ma este játszottuk, a két tornát összevetve. Végre a srácok tényleg egy jó röplabdát mutattak az este folyamán, és megértettük, hogy amit megelőtte megbeszélünk taktikailag, azt követték, és ez játszott is a meccs alatt. A magyar válogatott ütőjátékosa Dávid Csanád szerint a csapat több tekintetben is előrelépett az elmúlt hetekben. Mindenféleképpen hála Istennek előrébb tudtunk jutni, hála Istennek az argentin edző nagyon jó taktikai és pszichológiai tanácsokat tud adni, és mellette Veres Péter is nagyon jó, hogy így mellettünk van a válogatottnál. Az Európa Liga B csoportját Ukrajna nyerte 15 ponttal, megelőzve a 12 pontos Dániát és a 6 pontos Magyarországot. A sort a 3 pontos Izrael zárja.